Szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogy hogyan spórold meg a bevételeid 10%-át. Az előző videómban arról beszéltem, hogy hogyan kövess nyomon a kiadásaidat napi szinten. Ezt a videót, illetve az ingyenes költségvetés tervező táblázatot ennek a videónak a leírásában fogod megtalálni. Ebben a videóban pedig azt mutatom meg, hogy hogyan spórold meg a bevételei 10%-át minden egyes hónapban. Amikor baráti körben beszélgettünk a spórolásról, akkor általában azt szokták nekem mondani, hogy tudod Tamás, ez mind nagyon szép és jó, de nekem x ezer forint a havi fizetésem, ha kétszer vagy háromszor ennyit keresnék, akkor nekem is menne ez a dolog. Nos, elárulom, hogy ez egyáltalán nem így van, teljesen mindegy, hogy mennyit keresel, biztos, hogy vannak lehetőségek arra, hogy pénzt spórolj. Nézzünk 9 olyan módszert, amelyik annak idején nekem nagyon sokat segített, és talán neked is fog. Az első ilyen spórolási lehetőség az üdítő és az energiaitalok. Nos, az előző videómban beszéltem arról, hogy én egyetemista koromban kezdtem el ezeket a lépéseket, miután egy hónapon át minden nap feljegyeztem a kiadásaimat, azt láttam, hogy nagyon-nagyon sok pénzt költök el üdítőitalokra és energiaitalokra. Persze sokszor éjszakáztam a könyvek felett, de azt vettem észre, hogy a citromos tea és a kávé kombinációjával is elérem ugyanazt a hatást, és egyik napról a másikra leálltam az üdítőitalokkal. A második ilyen ötlet az ásványvíz. Nagyon trendi dolog mostanában különböző palackos vagy ízesített ásványvizeket inni. De az elemzések szerint semmi különbség nincs az ásványvíz és a sima csapvíz között, vagy illetve bocsánat, mégis van egy nagy különbség az áruk. Úgyhogy én tudom, hogy nagyon fontos a mindennapi folyadékbevitel, de a csapvízzel is eléred ugyanazt a hatást, amit az ásványvízzel érnél el. Harmadik ilyen lehetőség a spórolásra a különböző látványpékségek. Nos, anno az egyetem mellett az Astoria metró megállónál működött egy nagyon klassz kis látványpékség, és én mindig megálltam az órák előtt ebben a látványpékségben, és feltankoltam aznapra, egészen addig, amíg nem adtam össze a hónap végén, hogy mennyi pénzt hagyok ebben a pékségben minden egyes alkalommal. Úgyhogy ez is egy nagyon jó lehetőség lehet, hogy pénzt spórolj. A negyedik spórolási lehetőség a különböző kávék az automatából. Ugyanez volt a helyzet tulajdonképpen egyetemista koromban, a folyosón a kávéautomatával. Az órák után a barátaimmal mindig az automatához mentünk, és egy gépi kávé mellett megbeszéltük az élet nagy dolgait és problémáit. Miután láttam, hogy mennyi pénzt hagyok ott ennél a kávéautomatánál, ugyanígy leálltam a gépi kávéval is. Az ötödik ilyen spórolási lehetőség a bevásárló lista. Nos, nem tudom veled mi a helyzet, nekem nagyon sokan az ismeretségi körömben úgynevezett impulzus vásárlók, ami azt jelenti, hogy bemennek a boltba tejért és kenyérért, aztán sétálgatnak a sorok között és telerakják a kosarukat. Úgyhogy nagyon könnyen elkerülheted ezt a helyzetet, ha egyszerűen írsz magadnak otthon egy bevásárlólistát, és csak az azon szereplő dolgokat veszed meg a boltban. A hatodik spórolási lehetőség egy nagyon érdekes amerikai módszer, amelynek carpool a neve. Ezzel a trükkel nagyon sok benzint tudsz megspórolni. Ez a kifejezés lényegében azt jelenti, hogy néhány kolléga ugyanazon a munkahelyről, akiknek van kocsijuk és viszonylag közel laknak egymáshoz, összefognak azért, hogy spóroljanak. Az egyik héten az egyikük hozza is viszi a kollégákat a munkahelyre, aztán a másik héten egy másik, és így tovább, és így tovább. Rengeteget lehet ezzel a módszerrel megspórolni. A hetedik lehetőség a csomagajánlat a szolgáltatóktól. Nos, régen egy külön szolgáltató biztosította a mobiltelefont, egy másik az internetet, és egy harmadik a tévét. Ma az összes nagy szolgáltató csomagokban árulja a szolgáltatásait, és nagyon jelentős kedvezményeket érhetsz el, ha egy kicsit utána jársz ezeknek a lehetőségeknek. Nyolcadik módszer, mosd le a kocsidat szappanos vízzel.
Nos, ahelyett, hogy elvinnéd a kocsidat az automosóba, ugyanazt a hatást érheted el vele, ha havonta egyszer vagy kétszer te magad mosod le a kocsidat szappanos vízzel. Az autód ugye tisztább lesz, te pedig pénzt tudsz spórolni. És a 9., vagyis az utolsó spórolási lehetőség szintén az Egyesült Államokból érkezik. Ennek a neve staycation, ami a maradás és a vakáció szavak összevonásából ered. Nos, ez azt jelenti, hogy ahelyett, hogy elutaznál mondjuk egy szállodába és kiadnál egy csomó pénzt, maradj otthon, és viselkedj egyedül vagy az egész családdal turistaként a saját városodban. Sétálj nagyokat, fedezz fel egy múzeumot, menj strandra, próbálj ki új éttermeket, stb. Nos, remélem, hogy a módszerek közül te is találsz kedvedre valót. Én köszönöm a figyelmet, viszlát a következő videóban.